hagyományos viselet, hagyományos tánc és zene. Ezeket is láthatták, hallhatták azok, akik ellátogattak a hétvégén Mohácsra. Idén ugyanis immár negyedik alkalommal rendezték meg a Dunamenti Hal Fesztivált. A kulturális programok mellett nagy hangsúlyt kapott maga a hal. A bátor jelentkezők főző tudományukat is megcsillogtathatták egy verseny keretében. Többen vegyes halászlevet készítettek hagyományos receptek alapján. Ez semmi extra. Oda kell rakni, száraz fa, ennyi. Van benne ponty, csuka, harcsa, kárász, ennyi az egész. Jó paprika kell hozzá. Ez most vegyes hal, harcsa, ponty és amur. Hát de különben ahány bogrács annyi recept, úgyhogy nem olyan könnyű ezt így most elmesélni, mert hát mi ezt a mi saját receptünk szerint csináljuk. A legutóbbi fesztiválon 150 asztalt foglaltak le a verseny résztvevői, idén pedig már 163 asztalra volt szükség. Akik pedig főzni nem, de enni szeretik a halat, azoknak többféle ételt is kínáltak a szervezők. A programokra sokan kíváncsiak voltak. Én úgy gondolom, hogy minden vendégénél többen érkeztek eddig a halfesztiválra, tehát ilyen 5 óra után egy kicsivel szinte teltházasak az utcák. Ennek nagyon örülünk egyébként, hogy tényleg ilyen nagy érdeklődés van a fesztiválunk iránt. Tehát ahogy nézem, tele van a Schwab utca, tele vannak a főzőterületek. Nagyon örülünk ennek, és bízunk benne, hogy az esti koncerteken is még többen és többen lesznek. A hagyományos zöműsorok mellett kézműves vásár, finomságok és könnyed koncertek is várták a vendégeket a Dunaparti városban.